munkatokat, a közéleti magazinunkat látszanak kifelelni részanyag, mutatomik ki a munkat következő percekben. Először részben rendezték meg Pozsony vármegyében a honvédelmi és próbáltó napot, amelynek szabadonban igazott otthon. A katonaság fiatalítása és a terület minél szélesebb körben történő megismertetése volt a cél. Az eseményen bemutatásra kerültek a különböző szervek feladatai és munkái, így sok érdeklődőt vonzott az esemény. A Magyar Honvédség első ízben rendezte meg Tolna vármegyében Toborzó napját, amelynek Faddombori adott otthont. Az elmúlt években sokat fejlődött a szervezet, és jelenleg is zajlik a fiatalítás. A katonaság vonzó életpályát kínál azok számára, akiknek az egyéni fejlődésen túl fontos a közösség, a bajtársiasság, a fiatalos szemlélet, és emellett a high-tech haditechnikai eszközök iránt is érdeklődnek. A mai napot a Honvédelmi Minisztérium támogatásával tudtuk megrendezni, és a rendezvény fővédnöke Varga Tamás honvédelmi miniszterhelyettes úr. Tolna vármegyéből 4 katonai busz szállította ide a helyszínre, Faddomboriba a 7.-8. osztályos diákokat. Kimondottan pályaorientációs szempontokat vettünk figyelembe, amikor őket hívtuk meg, ugyanis a honvédelmi, illetve rendvédelmi, katasztrófavédelmi pályákra szeretnénk irányítani a figyelmet az ő részükről. Az eseményen részt vett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, aki kampány keretében igyekezett népszerűsíteni a fiatal nyomozók képzését, illetve a pénzügyi őrök pályáját, mindezt hamis termékek bemutatásával, kiemelve a hatóság munkájának azt a részét is, amely a költségvetési csalók leleplezéséről, az adófizetők pénzének visszaszerzéséről szól. Idén került először megrendezésre, hogy bemutassuk a Nemzeti Adó és Vámhivatal teljes szakterületének palettáját, illetve inkább az egyenruhás szakterületét. Jelen van a bűnügyi igazgatóságunk, hiszen nálunk is van bűnügyi szakterület, ahol itt a gyerekek majd kipróbálhatják az új lenyomatvételeket, illetve elhoztuk a fegyverzeti osztály kollégája is velünk jöttek el, hoztuk a NAV-nál rendszeresített fegyvereket, ahol itt a gyerekek megnézhetik, hogy milyen fegyvert hordunk, és fegyverekkel rendelkezünk a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, illetve hoztunk hamis termékeket, ezzel szeretnénk a fiataloknak megmutatni, hogy miért káros, illetve mik a veszélyei a hamis termékek vásárlásának, illetve az, hogy a piacra kerüljenek, és természetesen toboroznánk is fiatalokat, hiszen szeretnénk vonzóvá tenni ezt a pályát az ő számukra is. A rendezvényen a gyerekek is megismerkedhettek a hadsereggel katonai bemutatók keretében, illetve játékos formában fedezhették fel a nyomkutatás izgalmait. Ugyanitt lehetőség volt, hogy toborzó szakemberekkel, vagy már a sereg kötelékében szolgáló katonákkal beszélgessenek az érdeklődők. Összességbeli tudás nélkül nincs az embernek önbecsülése, ezt Csák János kulturális és innovációs miniszter mondta szexelben az országos szakmai tanévítól. A Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben idén 5800-an ülnek be az iskolapadban. Hisszük és valljuk, hogy az iskoláinkban folyó szakképzés akkor sikeres, ha alkotóközösségként a térség munkaerőpiaci igényeire figyelve, azt kielégítve végezzük oktató munkánkat. Ezt a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja mondta az országos szakmai tanévnyitón. Dömötör Csaba arról beszélt, hogy az elmúlt években éppen ezért fejlesztették valamennyi intézményüket és a képzési struktúráikat is. Megtapasztaltuk, hogy a diákok az olyan oktatást igénylik, ahol ők maguk is tevékenyen vesznek részt a folyamatokban, igénylik az irányítást, de szívesen munkálkodnak a számukra izgalmas projektekben. Ez módszertani megújulást követel tőlünk, sok új gondolatot, feladatot, amit azt gondolom sikerrel megoldottunk.
Horváth István a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy az intézmény 8 iskolájában az elmúlt 4 évben több mint 4 milliárd forint értékű felújítás történt kormányzati segítséggel és pályázati forrásból. Az intézményben folyamatosak a fejlesztések, energetikai beruházások. A centrum valamennyi iskolája rendelkezik okosteremmel, idén márciusban adtuk át Szekszárdon egy az autószakmát oktatásához szükséges tanműhelyet gyártásszimulációs eszközökkel. 2022-ben adtuk át a mai rendezvény helyszínéről szolgáló Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskola modern, korszerű épületét, mely lehetővé teszi, hogy az itt tanuló diákok a legkorszerűbb ismeretek és technológiák mellett sajátítsák el szakmájuk ismereteit. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy ma Magyarországon a foglalkoztatási ráta több mint 75%. 3.270.000 ember dolgozik. A statisztikában ez az arány még soha nem volt ilyen magas. A magyar vállalatok keresik a munkaerőt, jegyezte meg. És talán emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt milyen vitákat váltott ki, amikor azt mondtuk, hogy a szakmatanulás kell, hogy legyen a középszintű tanulás centruma, és nem csak az elméleti tudás. És ezt elértük. Ezt elértük 10 év alatt, hogy ma többen tanulnak szakmát, szakgimnáziumba többen járnak, mint hagyományos gimnáziumba. Csák János kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, mesterségbeli tudás nélkül nincs az embernek önbecsülése. Hozzátette, ahhoz, hogy kibontakoztathassuk tehetségünket, munka, szerető és gondoskodó közeg, valamint remény kell. És igaz az, hogy itt Tolna vármegyében főleg kisközepes vállalkozások vannak, na de a világ egyre szűkebbé válik. Az, ami itt megtermelődik, ennek a régiónak a jövője azon múlik, hogy olyan termékeket állítsanak elő az itteni vállalatok is, amelyek eladhatók szerte az országban és az ország határain túl. A csaknem 30 szakmát oktató Tolna vármegyei szakképzési centrumban 3400 nappali tagozatos diák mellett 2300 felnőtt is részt vesz a duális képzésben. Veszélyeire hívtam a figyelmet, a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A szakértők elmondták, legfontosabb a megelőzés. A balesetek száma egyébként évről évre csökken, tavaly pedig nem történt mérgezés a vármegye területén. A szüreti időszak halálos veszélyére, a mustgázmérgezésre hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság azzal a bemutatóval, amit Várdombon tartottak. A szervezet szekszárdi kirendeltségének vezetője elmondta, a balesetek száma évről évre csökken. Sajnálatos módon a gondatlanság, a nem megfelelő odafigyelés miatt éves szinten több haláleset következik be mustgázmérgezés miatt. Országos szinten 40-50 alkalommal riasztják a tűzoltó kollégáimat mustgázmérgezés miatt. Tolna vármegyében a tavalyi év során egy esetben sem kellett a katasztrófavédelemnek beavatkozni mustgázmérgezés miatt. Én bízom benne, hogy az idei évben is megfelelő odafigyeléssel járnak el a borkészítők, amikor lemennek a pincébe. Ha valaki mustgázmérgezést szenved, és lennmarad a pincében, akkor a helyiek, akik ott vannak a pince környékén, azok próbálnak a segítségére sietni. És nyilván ezt megfelelő védőfelszerelés nélkül próbálják megtenni, tehát ezt soha ne kíséreljék meg. Légzésvédő eszköz mindenféleképpen kell ahhoz, hogy kimentsük a bajba jutottat, mert különben mi magunk is a mustgáznak az áldozataivá fogunk válni. Kisnagy Gyula, a szekszárdi mentőállomás vezetője kiemelte, nagyon fontos, hogy ha már megtörtént a környezetünkben a baj, akkor senki ne akarjon hős lenni, inkább hívja a 112-t. Egy konferencia beszélgetés fog kialakulni a bejelentő, a katasztrófavédelem, illetve a mentőszolgálat között, hiszen kombinált mentésről lesz szó. Az első és a legfontosabb, hogy pontosan tudnunk kell azt, hogy hova kell a segítséget nyújtani. Gyakorlatilag a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy ezek a szőlők, ezek nem exakt címeken találhatóak meg, hanem
mindig valamilyen kis helyrajzi számhoz köthető területek. Nehéz a megközelítésük is, nagyon sokszor ezek csak földes vagy murvás utak. És ugye az már meghatározza azt, hogy egyáltalán ezekkel a szerkocsikkal vagy mentőgépjárművekkel meg tudjuk-e megfelelően közelíteni a helyszínt. Tehát a legjobb, hogyha egy markáns támpontot keresünk, ahol tudjuk fogadni a mentőegységeket, és a lehető legközelebb oda kalauzolni a bajba jutotthoz a kiérkezőket. Ezek után a tűzoltók légzésvédelmi eszközökkel fognak bemenni abba a gáztérbe, ahol a bajba jutott tartózkodik. A kimentését ők fogják végrehajtani, és majd átadják a mentőszolgálat helyszínen tartózkodó egységének, akik majd emelt szinten ellátást biztosítanak a bajba jutottnak. Bősz Adrián a Szekszárdi Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke szerint a legjobb megoldás a megelőzés. Folyamatos szellőztetést kell biztosítani az erjesztő helyiségekben, és csak a megfelelő óvintézkedések mellett szabad lemenni. Nagyon fontos itt a szület időszakban odafigyelni a saját magunk biztonságára, ugye a szület az egy örömünnep, és a szület eltelte után viszont a pincébe ott maradnak a mustok, amik hát nyilván tudatosan, de erjedésnek indulnak, illetve erjedésnek vannak indítva, és igazándiból ez okozza a főbb veszélyforrást a benne dolgozó emberek számára, ugyanis az erjedés folyamata során a melléktermékként keletkező széndioxid az egy olyan gáz, ami azért nagyon veszélyes lehet az emberre, pont azért, mert szintelen szaktalan és a levegőnél nehezebb, ezért zárt terekbe alulról gyönyörű szépen elkezdi feltölteni a teret, és ugye, hogyha óvatlan a gazda, vagy óvatlan akár egy vendég, aki odaérkezik, akkor ez bizony fulladásos halált okozhat. Ugye ezért nagyon fontos, és tényleg azért is nagyon-nagyon jó, hogy ez a tájékoztató ez minden évben megtörténik, mert tudomásom szerint most már az elmúlt pár évben a szekszári borvidéken nem történt haláleset, sőt még komolyabb baleset sem, és ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy minden évben felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy amikor szüretelünk, akkor bizony a megfelelő védőfelszereléssel, vagy a megfelelő óvintézkedéssel, jelzőberendezéssel. De a régi gyertyás módszer is segít a megelőzésben, tette hozzá a borász. Halkan zárjában megjegyzem, hogy nem csak a szőlőborra vonatkozik ez a veszély, hanem bármely gyümölcsből készült borra is, tehát ahol erjedés zajlik, ott azért a széndioxid gáz az felszabadul, és erre nagyon-nagyon fontos odafigyelnünk. Saját tapasztalatból tudom mondani a tüneteket is, ugye mi azért viszonylag sokat dolgozunk, sokat megyünk, hogy ez azért nem úgy jön, hogy most ott hirtelen elkezdek fuldokolni, mint hogy mondjuk beleesnek egy vízbe, és akkor így próbálok fennmaradni, hanem sokkal alattomosabban az először az ember egy kis fáradtságot érez, és ez a fáradtság ez egyre jobban kezd el hatalmasodni rajta. Ha ott még észnél vagyunk, akkor azonnal tehát mindent ledobva, tenni, mindegy az, hogy kifolyik, nem folyik, tök mindegy, azonnal ki kell menni a pincéből, és friss levegőt kell szívni, de a legjobb az lenne, hogyha ezek a helyek úgy vannak megközelítve, hogy a megfelelő, tehát hogy megfelelő oxigén szint legyen, tehát szüretkor alapos szellőztetés, akár plusz ventilátorokat beállítani, hogy mielőtt bemegyünk, alaposan átszellőztetjük a helyszínt. Ma már nem annyira drága egyébként egy széndioxid érzékelőse, akkor azokat be lehet tenni ezekbe az árterekbe, és amikor sipol, akkor tudjuk, hogy gond van, vagy ha még mindenképpen lent dolgozunk, és ezekkel az eszközökkel nem rendelkezünk, akkor nem csak a megközelítésnél ajánlatos a gyertyát használni, hanem mondjuk ott lent a padlószinten egy folyamatosan nagy gyertyát meg kell gyújtani, és amíg az ég, akkor addig úgymond biztonságban vagyunk, de amíg mihelyest elalszik a láng, akkor azonnal ki kell menni a helyiségből. Országos szinten évente 40-50 alkalommal riasztják a tűzoltókat, azonban az esetek többségénél már nem tudnak segíteni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!